Eddig az emberi kapcsolatokra helyezve a hangsúlyt, a videóban nagy vonalakban megbeszéltük, hogy hogyan működik néhány általános mechanizmus a hálózatokban. A mostani videó kicsit eltér az eddigiektől, hiszen nem egyértelműen a hálózatkutatás szemszögéből fogja vizsgálni az elemek viselkedését, hanem több tudományterületet is segítségül hív majd. Vicsek Tamás, a Magyarországi Eötvös Loránd Tudományegyetem többszörösen kitüntetett professzora, hosszú évekig tanulmányozta a kollektív viselkedés különböző mintázatait. Kutatásai során arra jutott, hogy az egyszerű életformák kollektív, avagy együttes viselkedése komplex feladatok végrehajtását is lehetővé teszik, és hogy végtelenül bonyolult életformák, mint például az emberek, kollektív viselkedése viszonylag egyszerű szabályok alapján is leírható. Vicsek a kollektív viselkedés mintázatait a mozgáson keresztül ragadta meg, olyan életformákat tanulmányozva, mint például a baktériumok, a hangyák, a halak, vagy éppen a madarak. Érdekes módon a különböző életformák együttes mozgásának mintázatai nagyon hasonló eredményeket produkáltak, és a háttérben meghúzódó általános szabályszerűségek meglétét feltételezték. Vajon mik ezek a szabályszerűségek? Hogyan szinkronizálódnak egy harmonikusan mozgó kollektívává az ilyen sok összetevőből álló rendszerek? A homogén rendszerek esetében, ahol az elemek egymáshoz nagyon hasonlóak, a mintázatok teljesen önmaguktól szerveződnek, nincs semmilyen hierarchikus szabályozás. Heterogén rendszerek esetében, ahol az elemek jobban különböznek egymástól, a szerveződés szabályai ettől valamilyen módon eltérhetnek, a súlypontok változhatnak. A Vicsek Tamás által kidolgozott egyik modell szerint az elemek a kollektív mozgás során nincsenek kapcsolatban minden másik elemmel, hanem elsősorban a hozzájuk éppen legközelebb lévő elemhez igazodnak, anélkül, hogy beleütköznének. Azaz, egy elem mozgásában átlagosan azt az irányt veszi fel, amerre éppen a hozzá legközelebb lévő elem halad, plusz a belekalkulált zaj. A zaj ugye itt a véletlen fluktuációt jelenti. A heterogén rendszereknél pedig, amik valamennyire a hierarchiára is épülhetnek, mint mondjuk a madarak esetében, amik valamivel bonyolultabb életformák, mint az egyszerű baktériumok, már közrejátszik egy csomó egyéb összetevő is a rendszer mozgásában. Például olyanok, hogy melyik a legnagyobb tudással vagy tapasztalattal rendelkező madár, aki ennek köszönhetően mondjuk ügyesebben tudja irányítani a többieket, hogy merre lehet élelmet találni, ugye ő lesz a máven a csapatban, ami a tudás halmozójára utal, vagy persze közrejátszhat olyan is, hogy éppen melyik madár van teli energiával, melyik van kimerülve, vagy akár az, hogy éppen melyik madárral akar a többi párosodni, azaz melyik a női madár. Felmerül hát a kérdés, vajon emberek esetén is hasonlóan működnek ezek a mechanizmusok? Sandy Pentland, az MIT professzora, tudományos munkássága során rengeteget foglalkozott az emberi interakció vizsgálatával, azon belül is azzal, hogy milyen nem szóbeli jelzések befolyásolják a csoportokban végbe menő folyamatokat. Az okostelefonokhoz hasonló speciális műszerek segítségével Pentlandék anélkül, hogy a beszélgetéseket rögzítették volna, képesek voltak megfigyelni az emberi kommunikáció több különböző aspektusát is, és arra jutottak, hogy három nagyon erős mutatója van a csoport sikerének. Az egyik az, hogy mennyi energiával bír valaki, azaz, hogy az interakció során mennyit mozog. Ugye, ha az ember érdeklődik valami iránt, vagy mondjuk izgatott, akkor az idegrendszere aktívabb és kimutathatóan többet és gyorsabban mozog. A másik, hogy mekkora éppen az egyének közötti elköteleződés, azaz a csoporton belüli interakció mennyire dinamikus, milyen sűrű a tagok közötti eszmecsere vagy szóváltás. Ugye, ha a kommunikáció mintája aktív, akkor a tagok elkötelezettek és nagy valószínűséggel eredményre is jutnak. Még ha passzív, sok a kihagyás, szünet, akkor az éppen tárgyalt témát valószínű hanyagolni is fogják. A harmadik pedig, hogy a mekkora a csoporton belüli utánzás mértéke, azaz, hogy a tagok mennyire veszik fel egymás mozdulatait, gesztusait, mennyire azonosulnak a másikkal. Ennek nagy része ugye tudatalatti, tehát sokszor észre sem vesszük, úgy utánozzuk a másikat. Például az adatok azt mutatják, hogy a kereskedelem területén akár 30%-kal is növekedhet az eladás mértéke, ha a kereskedő kellőképpen rá tud hangolódni a másikra, és felveszi az ő mozdulatait, hozzáigazítja a hangjának tónusát. Tehát Pentland arra jutott, hogy az emberek közötti interakció olyan, mint egy tánc. Ha kellőképpen összehangolt és dinamikus, akkor az általában eredményre is vezet. Persze, ahogy eddig a hálózatokban tanultuk, ezek a jelek igazán akkor érthetők meg, ha látjuk a teljes képet, azaz az interakciók mögött meghúzódó nagyobb mintát, magát a hálózatot.